menjünk. Menjünk, akkor pucoljuk addig ki. Meg leszedjük a csavart. Sok a bogár, igen. Gyere! Én nem látom, mondta lépni. Igen, most látom. Hú, a iskolája. Nagyon nem veszik el, mert valós anyát az ilyenkor az ízek a kellős között elég nehéz volna elészedni. Írt valaki? Mit csinált? Írt valaki? Hát csak csatlakoztak, meglátják az élőt. Jó estét kívánok! Like. Micsoda? 527 like. Mi most? Igen, itt az van. Jó estét kívánok! Nézik. Az esti mese megkezdődött. Az esti mese megkezdődött. Vetjük a cirkot a tarlóba. Most időt egy csapágy. A fiúk elmentek csapágyért. És tárcsát megjavítják mindjárt. Mindjárt itt lesznek. Utána folytatjuk a műsor tovább. Márik a vetést. Eddig nézzük végig. Jó.
Igen, Jani írta, jó estét, jó estét. Hogy? Jani írta, jó estét, jó estét. Nektek is. Néz ki, talán ma estére meghosszuk még. Krisztián is, jó estét. Halló, halló. Kérdezi, mi történt? Hát csak időt egy kapágya műtrágyás tárcsán. Aztán annélkül nem tudom menni, mert összefúrja állandóan. De már mindjárt hozzák a srácokat. Kicserélték benne a műhelybe a kapágyat a tárcsába, azt földobjuk, azt mondom, mert is tovább. Megvárjuk, mert már nagyon összeszedi a kitartást. Tarlom. Nem kitartunk. Van még kólánk, úgyhogy kitartunk. Jó idő van most. 18 fok. 18 fok. Sok van még, kérdezi Krisztián. Nem sok van, 10 hektár. Éjfélig befejezzük. Még közben elmegyünk egyet kávézni, de útra. Ami már bezárt, mi? Nem, a Tisco bezárt. Na már jel, látod, akkor most, ha már megálltunk, akkor megnézem ezt a világot. Ilyen bánatom van bele, nem érintett a világot. Az az egy világ, itt csak a túloldal. Túloldal. De az mikor maradt el az a búra hallott? Hát azt nem tudom, mert ugye, már tegnap... Egy másik csavar hozott. Már tegnap este úgy volt, hogy... Mázlisták vagytok. Szombati szórakozás az. Szombatinek pénteki is. Ezt már tegnap észrevettem, hogy hiányzik a búra róla. De írja Krisztián, hogy neki 25 hektár vállázni valója van. Ja, hála a jó égnek. Befejeztük kettőt. Ma azt hittem, hogy... Azt mondja, jó a gép, jó a gépegység? Mond neki, igen. Jó. Mármint melyik attól függ? Ez a két búrus égő. Kiégett? Nem látom. Látom, hogy kiégett volna. Vagy lehet? Ja, azt kérdezi a traktor. Ja, a traktor? Persze, hát most... Mutasd. De hát mindenek van hibája, úgyhogy... Ezt most nem látom most, ez ki van égve, az azért... Ugye megnézem. Igen. Ez elég hülyén áll. Igen, el van pattanva. El van pattanva? Igen. Beszéljük. Hát... Na. Hát mert most fordítva betettem. Hát akkor te befordítva, jó az úgy. Nem tudom, hogy lámpol. Megáll, akkor jó. Hát ez a fék lámpol lenne. Hát most mindegy, az valami világítson. Jó, csak a 21 watt az nem igazán jó, hogyha folyamatosan megy. Akkor most tekert ki. És amikor majd elindulunk a befele az úton, majd akkor visszateker. Azt mondja, nagyon kemények vagytok le a kalappával, ezért tartotok itt, ahol imádom ezt a családot üzeni Szabolcs Garan. Azt mondja, ha nagy hibája lesz, Pater úgyis segít a Vörös Robi. Üzente Bence. Apád nem veszi fel a telefon. Szabinban vagy mi van? Át van irányítva a telefon. Tegnap vagy tegnap előtt akartam hívni. Lehet megint napszúrást kapott. Nem, szerintem szabadságom van. Igaz? Írja valaki, Szabin van. Szabin van. Biztos gondoltam, hogy Szabin Bence, van. Bence. Akkor azt mondja, nyaralunk. Na, hát ez a lényeg. Mi ma jövő héten. A jövő héten megyünk nyaralni. Most még a héten még... Éj, megjött a felmentő csapat. Hát ezzel az autóval nem lehet lopakodni.
Ezzel nem, főleg a kisfiad vezeti. Már 8 kilométerről lehet hallani, mikor 100-zal megy az a gumika. Kérdezik, Tamás Veszen kérdezi, ez is majd megy ki YouTube-ra? Ja, hát valami megy. Most nem van a kamera gépbe, úgyhogy valami majd lesz. Majd valamit összedobunk, mikor lesz a kis idő. Alszok egyet, és akkor majd utána csinálunk valamit. Már jön a felmentő sereg. Aratás kész van, hál' Istennek. Egyelőre. Már Miki, már... A gabona. Két hete már sok kész van. Ja. Megjött a kis főre. Na, gyorsan adjatok valamit. Hú, te! Nagyon korzik. Igen, cirok lesz. Igen, cirok. Meddig toljuk? Amíg be nem fejezzük. Hát még egy pár óra. Na, megjött a tárcsa. Megyünk a túloldalra, onnan többet láttok. Nyomatja. Na szóval megjött a tárcsa. Próbálok úgy, hogy lássátok is, hogy mit csinál. Hallom a golyók, a golyók a kezembe potyogtak le, mert már földön találtam ám meg. Vetőtárcsa csapágy ment el? Nem. Nem a műtrágyás. Ott hátul a vetőtárcsa, előtte van a műtrágyás. Hát csak az a baj, hogy hogy hívják, összetúrja, hogyha... Nincs fönt a tárcsa. Sortisztító fölkapja a szalmát, ha megáll a műtrágyás tárcsa. Az mindegyik betkát széttörik, amelyik szét megfia. Ciao bambino, kész. Új, szuper, mehetünk tovább venni. Jó. Jó, kezdtem, igen. Ami nem kellett. Még valami? Nem. Hoztunk három csapágyat. Jó. Gondoljuk, hogy a John Deere vetőgépnél nincs jobb, igaz? Egyelőre. Egyelőre.
mondat, egy... Pár év múlva meggondoljuk magunkat. Az a helyzet, hogy elég drágák ezek a... Milyen gyártmány ez? Dédestek? Vagy mire meg az? Valami északi dolog, nem? Német. Német a védelmi. Hát a hát, hogy mit tudom én, kinek a gyártmánya. Elég drága cucc ahhoz, hogy az ember csak úgy próbálgasson, mondjuk el sem volt olcsó. De hát ezt már, hogy is, 13 éve vett. Igen, igen. Éve. És ez olyan, mint a Lego. Svéd. Svéd. Nem Németország. Svéd minőség. Valaki írja nekünk, van Véder, de kalapsz. Hát, gondolt végig, hogy mi lehet a szövetünk. Hát most szeretjük, az ember nem tudám elég okos lenni, mert annyi mindenféle... Kismaci, megvan még a vetőgépe? Ne, hát persze, meg. Legalább ott mutatjuk, most nem látszik pont a igen, most pont. Ja. Persze, hogy megvan. A pumpa tömlő alatt van, de ott van. Nem, a pont a pumpa, vagy a pumpa fejnek kikentem a lepkét. Mit vetünk? Cirkot? Milyen motorszot kellett fel a pumpa? Most aztán világítám az a lámpot. Azt mondja, a Carrier tárgya és a Topland kultivátor nagyon jó, csak ajánlani tudom a mecsek talajára is. Jó. Hát már most lassan nem kell már talajmunkagép, már csak egy jó vetőgép kell, az semmi más. Már alfelé megyünk, nem kell bizdergálni a földet. Tudom én, hogy sokan még el, sok embernek ez újdonság, meg furcsa. Notil? Hát... végül is most igen, mert tarlóba vetünk. Nem? Mintil. Igen, igen, inkább mintil. Szirok lesz. Hogy lesz. Igen, hát. Hogy lesz, akkor szirok lesz. Hát ami itt az árfa után... Még a szirok érni? Hát reméljük, ez egy nagyon rövid, a legrövidebb tenyész idejű 100 nap. Szirok, ami a piacon, ha jól tudom, található. Legalábbis nálunk. Amit az árpa után szója vetettük. Szója helyre jött. Szója helyre jött? Melyik szója? A szóján. Kérdezi valaki, szója helyre jött? Ja, hát a szója az idén nem lesz sikertörténet. Én láttam a felüljáron, hallod? Így a kérdez, hát, ekkora. Igen, az persze, de többi se, mert egy az, hogy annyira tavasszal gyalázatosan is kelt, meg megcsipkedték a madarak,
meg főtúrták a vaddisznók, volt, amelyiket kétszer vetettük, igaz? Igen. És akkor még azt is megtúrták a vaddisznók, aztán, hát nem, ilyen rossz olyan, még mostanában nem volt, mint amilyen most. Azt mondjuk a mázsa mondja majd meg, de ilyen csúnya szójákok úgy mondom, hogy nekem nem tetszik majd, de meglátjuk, hogy mi lesz. Milyen fajta antirok? E.S. Willi. Hát amit az árpa után vetettünk, mikor is 7-én vetettük, igaz? Július 7-én. 7-én, igen. Az úgy így ekkora már, így ilyen, olyan 15-20 centis van. Az, ugyanis, hogy 7-én vetettük, 17-én néztük, hogy mi van, visztem a csavarhúzót, hogy megtúrom, aztán akkor kim volt már 2-3 levélben, mikor mentünk megnézni. Igaz, hogy kapottás sőt, meg tényleg gyönge is volt a földje, mikor vetettük. Ennek is jó földje, mert 5 centire már lehet nedves a talaj. Most azért nyomjuk ilyen későig, mert holnapra megint mondja az eső. Kaptunk itt orba, szájba állandóan esőt, most a tavalyi lemaradást próbálja az időjárásba hozni, de nem tudja. Mert megnéztek valahol, bárhol egy ilyen talaj nedvesség tartalom adatot, tehát nagyon kevés. Az elmúlt a régi időköz képest nagyon kevés. Valaki mondja, hogy szkeptikus a Mintillel meg a Notillel kapcsolatban, és nevem senki kérdezi, hogy mit szóltatok a szántás nélküli talajmunkához. Hát mi szántás nélküli talajművelést végzünk már idestova 3 éve? Igen, 3. éve. Tehát nálunk nincs szántás, mi abszolút nem szántunk, letettük az egét. Így megvan. Hát úgy, hogy megvan, de nem adtuk el, de nem használjuk. Folyékonyt is toljátok? Igen, most starterként megy a titkos hallé. Igen, a liquid fish. A liquid fish. A nem titkos vinoszt teszünk mellé 100 liter maglenyomó pálcába. Pedig úgy kellett volna csinálnod, mint ja, az ja. Oké. Azt mondja, hogy kell lenni fog a talaj, már ilyen nézem, tovább ez elment, közben nem tudok olyan gyorsan olvasni. Azt mondja, mondd már ki a cirok nevét még egyszer, E.S. Willi. Mind a Vilmos körte, dupla véve. A titkos összetevő, igen, a titkos összetevő. Két hagyalmas egy nagyon szállat. Ja, igen, egy kicsit ott a szegélytől. Nem titkos ez, gyerekek? Merre felé dolgozgattok, kérdezi Bence. Állérden vagyunk pont éppen. Állérden a kite fölött. Aztán mi az árvatarlót megtartottuk, nem bírtam el olvasni. Pörgess vissza. Vissza, így húzom lefele? Húzom, igen. Ja, az árpa tarlót megtartottuk, az árvakelés, és majd zöld trágyaként letárcsázzuk augusztusban, írja Marci. Szóval miért jobb ekenélkül? Hát azért, olcsó. Mert... Olcsó, sokkal olcsóbb és gyorsabb. Hát is, meg a másik az, hogy mivel változik a klíma, ezért olyan talajművelési formákat kell beépíteni, amik minél jobban őrzik a talajban a nedvességet. Nem beszél arról, hogy nem rombolod annyira a talajodat, tehát próbálunk talajt építeni, és nem talajt rombolni. Figyelj rám, ha 10 évvel ezelőtt azt mondta volna nekem valaki, hogy nem fogunk szántani, akkor én ütöttem volna arcon, mert én azon voltam, én azon a szemléletem voltam, hogy szántani, és minél mélyebben, és akikkel együtt dolgoztunk végebben is, meg a tesómat is, mikor még együtt belóztunk, meg a gyereket is, mikor még először elkezdett szántani,
azért csesztettem, elezze azt az ekét, erezze, mert nem lesz kukoricom a jövőre. És ez a szemlélet úgy kb. Egy 5-6 év alatt megváltozott, mert látom azt, hogy nem biztos, hogy jó az, hogy mi szántunk. Azt sőt, biztos, hogy nem jó. Lejjebb húzom, azt mondja, nincs szentes, de van talaj művelve, attól függetlenül. Hát részben, most például van olyan, ahol igen, csinálunk talajmunkát, de nagyon, tehát minimálisat, de most például tarlóba vetünk. Tehát tarlóba vetjük a cirkot, sőt, hogyha minden igaz, akkor az ősszel tarlóba fogjuk vetni a gabonát is. Legalábbis ez a terv. Szóval majd mi jön össze belőle? Igen, majd ez kiderül. Meg az időjárás is, meg gépek is, meg az egészség is, meg a kutya füle még, a cuccéli kutyáta is. Azt mondja, megőrzi a talaj életet a kultivátor az ekével ellentétben? Hát nem rombolja annyira a talajt, mivel a kultivátor, attól függ, tehát nem most mi nem kultivátorozunk, tehát próbálunk olyan talajművelési eszközöket használni, amik nem forgatják a talajt, ahol kell, tehát ahol muszáj, ahol nem, ott nem lesz talajmunka, vagy nagyon minimális. 70 centis kés osztású lazítót használunk. Lazítozott földön 15 centinél. Nem tudom, tehát mi évek óta lazítozunk, és nekünk nincs ilyen problémánk, hogy a lazítozott föld az szárazabb lenne, mint a lehet szárazabb. De lehet, megmondom, persze megmondom, lehet. Hogy miért. Ezt úgy kell nézni, hogy a talajnak át kell menni egy átalakuláson, a talajnak vissza kell nyerni azt a régi szisztémáját, ökoszisztémáját, ami régen volt, amikor nem volt mozgálva a talaj. Hát ezt nem tudom annyira jó elmagyarázni, mert én nem vagyok egy nagy no-tiller szakember, de az nem megy úgy, hogy most 50 évig, vagy 100 évig, vagy 200 évig, mit tudom én hány éve szántam az a talaj, és következő évben csak meglazítozod, és azt várod, hogy hoppá, uram, bocsánat, csoda legyen. Az nem fog úgy menni. Ez egy ilyen 5-6-8-10 éves folyamat, mire az a talaj visszatér arra az állapotra, aminek kellene lenni. Olvas utána ilyen no-tillerek, ezek leírják pontosan, ezek a nagy szakik, akik ezt vágják annyira, itt Magyarországon is van Berend Ferenc, meg a még a nem jut eszembe többének a neve. Ők neten rengeteg anyag van erről fönt, hogy olvas utána ez. Most a Facebookon Ádám is... jól mondja ezt, Ádám, hogy azt mondják, hogy a növények gyökérrel végzik el a talajmunkát, nem a vassal. Igen, ez nagyon igaz. Mi a traktorunk márkája? 83-35R. Azt mondja, hogy nem csináltok magágyat. Hogy nem csinálunk magágyat? Nem csinálunk magágyat, mert hogyha a vetőgép alkalmas a direktvetésre, vagy egy felesleges pénzkizdobás lenne, meg a feleslegesen szárítanánk a talajt. Szárítanánk a talajt. Így most, amit belevágja, a nedves földbe, és hát már kint van a másik, a 50 hektárt elvetettünk, az már ilyen 15-20 centis cirok, amit július 7-én vetettünk. Az se volt, nem csináltunk talajdot se. Most mire itt talajt csinálnánk? Hogy beszaladnánk egy 20-25 literre, az biztos vagyok benne, és hogyha nem lenne csapadék, most jó, oké, van csapadék, most volt csapadék, de ha nem lenne csapadék, ez olyan porszáraz lenne, hogy itt aztán
ki tudja, mikor kell neki ez a hang. YouTube-on mikor lesz új videó? Hát mondtam, amikor alszok egyet, és tudok összerakni már, majd készül. Igen, hát hogyha nem alkalmas a vetőgép, akkor ugye kell magágyat csinálni neki, mert akkor másként nem tudod elverni. Marci írja, előbb-utóbb át kell állni a Mintilre, nálunk különösen hektikus lesz az időjárás, ilyen mi is próbálunk előbb átállni, mint később. Gázolajat spórolunk vele, igen, gázolajat is, időt is, meg kiméled a talajodat. És sem beszélve arról, hogy ugye, hogyha olyan agrotechnikai rendszerbe dolgozol, akkor ebből még plusz bevételhez is hozzá tudsz jutni ebből a szén-dioxid kvótával, igen, az agrénás rendszeren keresztül. Kukorica? Nem, cirok lesz. Cirok. Na, most ezzel a két táblával végeztünk. Köszönjük szépen, Marci, neked is. Na, ott van a kazal. Szóval van egy kérdésem, mikor a virágos kertbe virágot ültettel, meg ásod, vagy csak ledugod a földbe. Őszintén, én a virágos kertembe nem, hát attól függ, mert ugye valamit magról vetsz, igaz? És az, ha rászorod a föld tetejére, akkor is ki kell, ugyanolyan, mint az árvakelés. Hát valamit meg le kell ültetned ahhoz, hogy te például egy palántát azt leülteted. Milyen monitorok vannak a gépben? Szóval 30-as, aztán ennyi. A másik az egy iPad. Az egy iPad, a másik, amin a Fieldius alkalmazás megy. Sok bála lett? Hát, úgy rohadna meg, elég sok lett. Vajon kémnek át? Hát, szerintem a... Ugyanis, hogy számoltuk, olyan 25-30 bára lett. Igen, hektáronként. Hát ebből a picsa füst körbálából áll. Na. Akkor most összecsukjuk a vetőgépet, átmegyünk a másik táblába. Ja. Akkor azt... Földjön vagy, vigyem? Vigyem? Várjál, a csavarokat ki kell vennem a fiúknak. Hol van? Ide tettem a... Bogarak. Az Indus kulcsai... Három. Kell kettő. De beteszem. Jó. Ugye lemászok először. Tessék? Nem hoztam kesztyűt, tehát nem tudok egyszerre kesztyűzni is, meg ezt is. Jó. Fiúk már rakják a fát, én meg hozom nekik a csavarokat. Visszaadok benneteket a főnök úrhoz. Matyó, a bal oldali kerék lement. De akkor nézzük meg, hogy mi a baj. Nézd ki a túlsó zárat, Pityu! Zárat! A kar! Várjál mindjárt! Ki? Ami nem jól sikerült. De be lett oda rakni ott a... Ja. Kitartok!
hengerből folyik. Munkahengerből! Hozzá gyorsan a lámpát! Nincs itt a lámpát! Ott van apádnál a trepnén, légy szíves! Ott a trepnén! Ő, bakker! Mi a szétdurrant a cső? Mindjárt hozza ezért! Van kommány, igen. Mit? Ugye hozza a lámpát, apád. Gyere onnan. Hányas kulcs kell? Nem, csak fellazult a tömbdő. Hallod? Igen. Igen. De mi húzta meg? Miért húzta meg? Nem tudom. Valami meghúzta a tömbdőt. Nem tudom. Kézzel bírom hajtani. Bassza meg most ezt a... Igen, csak szerencse. Aztán minden tiszta olaj. Nem az a baj, hanem ezek sorba vannak kötve. Föllevegősödik. És akkor majd nem fogja fővenni a másik felét. Hát ezért mondtam, hogy folyik az olajbarátom, amire iszom, addigra már biztos, hogy mekkora a gondolat. De most hogy a picsából azunk fő, meg lett húzva, mint a 7 centség. Hát vagy 22-es, 23-as kulcs, mert kurva, colós. Nincs ott benne, nézd meg, kutyú. Hányas kulcs? Mi? Hallod, ahogy becsuktam, meghúzta ezt a tömböt. És... De már hányat szorod? Hát századszor. Kocsiban nincs a 23-as kulcs. Bátyás túrja. Itt a traktorba zörög. Már hozza már, Pityu. Hozza lámpát, kincsen vissza. Tehát már hányszor összecsuktunk, máma is, meg tegnap is. És akkor most lazult föl, nem is értem az egészet. Ezt már pusztod a föntet? Nem laza. Az nem laza, csak az alsó. Ezt meghúzta, elfordította. És... Hát még most nem... Hát csak nem fejlődik sok olyan. Hát... Kiderül. Nincs olyan, nincs olyan. Nem tudom, olaj van itt ki, igen, most ki vagy itt. Szokó. Rámelünk. Gyere el onnan. Nem. Nem, a Pityunak mondom, gyere el onnan. Laci, pépfűző már megint? Nem bírja az olajat. Még jó, hogy van benne mi. Fellazult egy tömlő, és ugye az a probléma, hogy kifolyott az olaj, és a munkahengerek, amik fölemelik a vetőgépet, azok sorba vannak kötve, és ilyenkor levegőt kap. És ha levegőt kap, akkor nem tudja felszivatni azokat a kerekeket, amik nem kellenek neki a vonuláshoz. Tessék? Hova menjünk? Traktor jön. Ja, jó, akkor még nem sikerült megoldani,
Most elmegyünk a másik gépért. A főnök úrnak visszaadnak benneteket. De akkor neked kell bevinni. Mit? Neked kell bevinni. Tudom, hogy nekem, hát csak visszaadom a telefon. Jó. Ó, hogy a jó ég áldja meg. Megyek arra lejjebb, mert itt meg laknak, aztán majd följelentenek, hogy itt zörgünk. Valamiért meghúzódott a tömlő, és ott a T-nél meg fölazította. És ezen a vetőgépen meg úgy van, hogy a mindegyik pár, a szélső kettő, a belső kettő, meg a legbelső kettő, ezek sorba vannak kötve. Az egyiknek az egyik felére megy a sűjesztő nyomás, a másiknak meg a másik felére az emelő nyomás, és a kettő közt meg van egy összekötő tömlő, az egyiknek az alját meg a tetejét összeköti egy tömlő, és oda be van nyomva az olaj, és úgy vezérli. Tehát azért megy egyszerre a két munkahenger. És most kiment ki, folyt belőle az olaj, és föl az út a tömlő, és most nem tudom fölvenni a munkakereket, most el kell menni a tömlőért, ami a feltöltött tömlő, meg a gyerek kihozza a másik traktort, és azzal rányomatunk. Hát a haja még nekem. Ja, mindegy, erre is volt. Hát most az még lesz egy fél óra, mire ide érnek. Ez azt tartozik hozzá, hogy a két szélső munkahengert most cseréltük ki a múlt héten. Mert öregek voltak már, 27 éves a vetőgép, és kicseréltük, mert mindegyiket már kétszer feljavítottam, és most már úgy gondoltam, már nem szórakozok vele kicserélni. És ugye lekaptuk a két régi munkahengert, földobtuk a két újat, és ugye üres volt a munkahenger. És ahogy mondtam, hogy a bal oldaliban nyomja az emelőt, jobb oldaliban meg a sűjesztőt. És akkor sorba van kötve a kettő. Kettő között is olajnak kell lenni. Gyorsan elmentünk a hidraulikás boltba, és akkor ott a munkahenger, oda építettünk egy feltöltő ágat, egy záró csappal. És úgy lehet feltölteni. Mit építettem át a vetőgépen? Hát elég sok minden át lett építve rajta. Például a szárnyak ezen a vetőgépen kézzel csukós volt, egy jó 6-8 évig csukogattuk kézzel. És akkor utána már megelégeltem, mert akkor még volt rajta egy
szilárd műtrágya kijuttató, amit mi magunk reháltunk össze, és ugye belefért vagy 15-18 mázsa, és akkor tele lett pakolva, és akkor elég combosan neki kellett feküdni az összecsukáshoz. Aztán minden évben csak mondogattam, hogy na majd most ebben az évben megcsinálom, azt egyszer ráfogtuk. Két IH munkahenger, mert a nem tudom, 2 millió forintot mondtak mindenhol, hogy a gyári összecsukó szett, az a munkahenger, meg pár tömlő, meg az a 8 darab lapos vas, ami rajta van. Arra mondtak el jó kis pénzt, aztán én úgy gondoltam, hogy ezt mi le tudjuk ezt gyártani. Két új IH munkahengert vettem, ami a duplás vetőgéphez van nyomjelző, meg azt a pár lapos vasat, meg pár tömlőt, és akkor ki lett méretezve, oszlopos furón kifúrva azt jócokát. Persze az első kísérlet az nem sikerült, ott a munkahengernél ott egy kicsit gyöngébb szárat tettünk, azt mindjárt is görbítette. Aztán akkor élére az a 15-ös kazánlemez két csappal benne, az már az elbírja a súlyát. Az lett átépítve, akkor jetteres szettel lett kiegészítve, a jetteres sortisztító, meg jetteres műtrágya csoroszja van rajta, meg kitecsett, ez ami a nagy fehér, sárga tartály, két kitecsett van rajta, van elől a traktoron is egy, amivel lehet a startert, meg ezzel meg lehet a folyékony műtrágyát a tárcsákba belenyomni. A maglenyomó pálcába lehet a startert, ami a nevével, meg a tárcsába. És mit akarok mondani? Ezek lettek átépítve, meg mi bánatom még. Gyárilag a kerék csapágyak ugye hát az időpont az mindegy, hogy mikor vettük, csak most itt beszorultunk a sötétbe. Cirkot vettünk, cirkot, egy rövid tenyész idejű cirkot. Gabonatarlóba. Csak azért vagyunk itten most ebbe a nagy kupmatyi sötétségbe, mert holnapra mondja az esőt, és utána akkor meg így is elég sokat csúsztunk itt az esők miatt, nem az, mert kell az eső, csak elég sokat csúsztunk a munkákkal, és ezért be akarjuk fejezni már mindenképpen, hogyha a hajnali 2-ig is, de befejezzük. Hát, bátya, ez egy férhőmenő korba lévő vetőgép, úgyhogy ez van, ezt bírtuk kihozni belőle. Bízunk benne, hogy még szerkezetileg bírni fogja. Mikor ér be? Hát ez elméletileg ez egy 100 napos cirok. Tehát, hogyha kiszámítod, akkor október vége, november közepe, ha beérik. Na most a fele az az árpa után el lett már vetve, az már ilyen 15-20 centis. Azt 7-én vetettük, július 7-én. Az kb. Olyan mondom, 15-20 centis. Hát én küldeném mindenhova, gyerekek, higgyétek el. Nagyon együtt tudok érezni azokkal a gazdákkal, akik most itt a országban mindenhol, azokon a helyeken, ahol esik, és máshol meg nem.
együtt tudok velük érezni. Nem, sajnos volt egy pár év, amikor mi is rászaladtunk így az időjárásilag a csöcsre, aztán ló pikula sem termett. Hát, csak az ebben az egészben a probléma, hogy nem kívánság műsor az időjárás. Mert ha kívánság műsor lenne, akkor elég baj lenne, már itt aztán vonám hó is, meg minden egyszerre. Sok városi azt híjelni szeretne a július végén is. A bánatom most. Száz 30 hektáron 12 mázsa lett az átlag, hát sajnos. Sajnos, ha nem esik az eső, akkor... Hát összesen... Hogyan is őt? 90 hektár. Ja, az idén talán picit jobb lesz tényleg. De láttam valaki, nem tudom, Facebookon vagy hol láttam valahol, hogy valahol nagyon kevés eső esett most is az idén egy-két helyen, ahol kikerült-e szegénykém, szegény gazdákat a felhő. Nem tudom, hogy ők mit kezdenek. Mire küldött, hibakodott valami kormány baszás, nem tudom mire kinyomtam a picsába, nem is figyeltem. Úgyhogy, de ezek az új traktorok, ezek mindig van valami nyüggye baja, mindig valamire villog. Majd abba hagyja, újraindítom, azt abba hagyja. Hát ezt a hibakódot szokta dobni, nem tudom, hogy miért. De most villog a sárga is. Hát idáig nem volt gond, de most még azért még legyen még valami. Egy estére kell, mert szerintem még egy defekt az még kéne. Ilyenket nem is kell, ilyenkor az az, hogy mindig pofán basz, hogy ne is mondj ilyet, mert akkor bevonzod. Ó, hát vezetékhiba az mindig van. Múltnap is megyek a kis traktorra, most nem is tudom, mit csak báláztunk, vagy bálát hordtunk. Egyszer csak elkezd sipulni, fütyülni, danulni, mindent csinál, mert azt hittem, elfütyüli az indulót. Azt akkor nézem, azt mondja, hogy víz van a gázolajban, mondom, az apád van, az van víz a gázolajban. Kiszállok, lenyitom az oldalt, nézem, eltörött a szál. A szűrőnek az aljába, hogy megy az érzékelő, annak a csoki után eltörött a szál. Hát mondom, ez a víz, igen. Gyorsan megókumláltam, mert azt mondja, hogy sipulgat, azt nem nagyon szerettem én se hallgatni, mert az kurvára tud idegesíteni. De most, hogy ezt nem értem, hogy a picsába tudott föllazulni az a tömlő, hát már máma is szétnyitottunk, vagy ötször. Meghúzta valami, vagy én nem tudom, mi a bánatos tököm, most még egyszer feltöltjük, még egyszer megnézem. Ah.
Nem mondasz hülyeséget, mert itt a szomszédnak a napraforgó földjén tudok átközlekedni. Lehet, hogy a napraforgó szár rántotta meg. Tényleg bassza meg. Ahogy átjöttem a szotyi táblán, megrántotta a szár. Több, mint valószínűleg lehet, hogy az lehetett. Csukás miatt nem tudom. Igen, sajnos. Van, mikor az utolsó pillanatban jön meg az eső. Hát még akkor jó, hogy 25 millit kaptatok ott. Hogy nem sűl ki minden. Nyári kömlők, bassza meg. Mitől lett ez most itt ilyen rövid? Hol gondolt? Hát itt a munkahenger, ez egész önt van, de nem tudja benyomni a szalmát. Amit a csapágynál nyomta be, hogy kiesett a szédült a csapágy, de és az már jó, azt megoldottuk. És hatos sor. Ott az ötös hatos sor. Nincs vele semmi gond. Sötétben az ember már. Ja, hogy ide fecsölte az olajat, azért mondom, hogy mi a csapszeg, mitől lett olajos? A munkaenger ide fecsölte ki az olajat. Szuper, oké. Okay. Jó, most a teljes tényfeltárás van. Azt szerintem, gyerekek, elköszönök. Köszönöm, hogy itt voltatok. Mindjárt itt lesznek a tömlővel, feltöltjük, aztán megyünk tovább. Na, jó ét, jó pihenés mindenkinek. Sziasztok! Vigyázzatok magatokra. Ja, a fény az éjszakába, a traktor a fény az éjszakába, igen. Köszönök mindent. No, ciao, ciao.